Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba. Halleluja! Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy ő a főpapom, aki fölment tulajdon vérével, az Atyaisten dicsőségében, a szentek szentjében, és megnyitotta a dicsőségnek az útját, az ő vére által, mindazok előtt, akik hisznek ő benne, és segítségül hívják az ő nevét. Hiszem Jézus a Krisztus, ő a királyok királya, uraknak az ura, aki Szent Szellemben, tűzben meríti alá azokat, akik hozzá mennek, és veszik a Szent Szellemet, és ő pedig fölkeni őket Szent Szellemmel, a karizmáival és gyümölcseivel. Én is veszem a Szent Szellemet, mert hiszek a Szent Szellemben, hiszem, hogy a Szent Szellem Isten Úr, személy, mindenható, mindenütt jelenlevő, örökkévaló, és hiszem, hogy a Szent Szellem bennem van, és a testem a Szent Szellem temploma, és a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy még hatékonyabb, gyümölcsözőbb tanúja legyek a názaretinek, aki meghalt mindannyiunkért, és föltámadott a halálból, hogy Istennek az igazságát hitáltal átadja, akik segítségül hívják a nevét. Amen. Kérlek benneteket, foglaljatok helyet. Másodszor is szólt az Úr Jeremiásnak, amikor ő még fogva volt a tömlőc pitvarában, mondván. Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt, Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Mert ezt mondja az Úr, az Izrael istene. E városnak házai és a Júda királyának házai felől, amelyek lerontattak kosokkal és fegyverrel, amikor elmentek, hogy vívjanak a káldeusokkal, és hogy megtöltsék azokat emberek holtesteivel, akiket én haragomban és bosszúállásomban megöltem, mivel hogy elrejtettem az én orcámat a várostól az ő sok gonoszságukért. Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őt, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. És visszahozom Júdát és Izraelt a fogságból, és felépítem őket, mint azelőtt. És megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem. És megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. És ez a város lészen nékem híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és dicséretemre e földnek minden nemzetsége előtt, akik hallják mindam a jót, amelyet én cselekszem velük, és félni és rettegni fognak mindam a jóért és mindam a békességért, amelyet én szerzek nekik. Ezt mondja az Úr. Hallatszani fog még e helyen, amely felől ti ezt mondjátok, pusztaság ez emberek nélkül és barom nélkül való, a Júda városaiban és Jeruzsálem utcáiban, amelyek elpusztítattak, és ember nélkül és lakó nélkül és oktalan állat nélkül vannak, örömnek szava és vigasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava,
és azoknak szava, akik ezt mondják, dicsérjétek a seregek urát, mert jó az Úr, mert örökké való az ő kegyelme. Aki hála áldozatokat hoznak az úrházába, mert visszahozom-e föld népét a fogságból, mint annak előtte, azt mondja az Úr. Ezt mondja a seregek ura. E puszta helyen, amelyen nincs ember és barom, és ennek minden városában pásztorok fognak még lakozni, akik az ő juhaikat terelgetik. A hegyi városokban, a síkföldi városokban, a délfelől való városokban, a Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban még junyájak fognak átmenni a számlálónak keze alatt, azt mondja az Úr. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és megbizonyítom az én jó szómat, amelyet az Izrael házának és a Júda házának szóltam. Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és jogot és igazságot szerez a földön. Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd őt az Úr, ami igazságunk. Mert ezt mondja az Úr. Nem vész ki a Dávid férfi sarjadéka, aki az Izrael házának székébe üljön. És a lévita papok férfi sarjadéka sem vész ki előlem, aki égő áldozatot áldozzon, és étel áldozatot égessen, és véres áldozatot készítsen mindenkor. És szól az Úr Jeremiásnak mondván. Ezt mondja az Úr. Ha felbonthatjátok az én szövetségemet a nappal, és az én szövetségemet az éjszakával, hogy se nap, se éjszaka ne legyen az ő idejében, az én szolgámmal, Dáviddal való szövetségem is felbomlik, hogy ne legyen fia, aki uralkodjék az ő székében, és a lévita papokkal, az én szolgáimmal. Mint az ég serege meg nem számlálható, és a tenger fövenye meg nem mérhető, úgy sokasítom az én szolgámnak, Dávidnak magvát, és a lévitákat, akik nekem szolgálnak. És szól az Úr Jeremiásnak mondván. Nem vetted észre, mit szól e nép, mondván, a két nemzetséget, amelyet az Úr kiválasztott vala elveté, és az én népemet megutálták úgy, hogy többé ő előttük nem nemzet az. Ezt mondja az Úr. Ha a szövetségem nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek, Jákobnak és az én szolgámnak, Dávidnak magvát is elvetem úgy, hogy az ő magvából senkit fel ne vegyenek, aki uralkodjék Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak magván, mert visszahozom őket a fogságból, és megkegyelmezek nékik. Az a beszéd, amelyet szólott az Úr Jeremiásnak, amikor Nabukodonozor, a babiloni király és az ő egész serege és a föld minden országa, amelyek az ő hatalma alatt voltak, és a népek mind vívták vala Jeruzsálemet és minden városát mondván, ezt mondja az Úr az Izrael istene, menj el és mondd meg Sedékiásnak, a Júda királyának, és így szólj néki. Ezt mondja az Úr, íme én odaadom-e várost a babiloni király kezébe, és felgyújtja ezt tűzzel. És te el nem szaladsz az ő kezéből, hanem bizonnyal megfognak és kezébe adnak, és a te szemeid meglátják a babiloni királynak szemeit, és az ő szája a te száddal szól, és bemégy Babilonba. Mindazáltal halld meg az Úrnak szavát, Sedékiás, Júda királya. Ezt mondja az Úr te felőled. Nem halsz meg fegyver által. Békességben halsz meg, és amint füstöltek a te atyáidnak, az előbbi királyoknak, akik te előtted voltak, úgy füstölnek néked is, és így siratnak téged. Jaj, Uram! Mert én szóltam e szót, ezt mondja az Úr.
és megmondá Jeremiás próféta Sedékiásnak, a Júda királyának minden szavakat Jeruzsálemben. A babiloni király serege pedig vívja vala Jeruzsálemet és Júdának minden városát, amelyek megmaradtak vala, tudnélik Lákist és Azekát, mert a Júda városai közül csak ezek maradtak meg, mint erősített városok. Ez a beszéd, amelyet szólt az Úr Jeremiásnak, minek után a Sedékiás király szövetséget kötött az egész jeruzsálembeli néppel, szabadságot hirdetvén köztük. Hogy kiki bocsássa szabadon szolgáját, és kiki az ő szolgáló leányát, a héber férfit és a héber leányt, hogy senki ne szolgáltasson közöttük az ő júdabeli atya fiával. És engedelmeskedtek mindnyájan a fejedelmek és az egész nép, akik szövetséget kötöttek, hogy kiki szabadon bocsássa az ő szolgáját, és kiki az ő szolgáló leányát, hogy senki azokkal ne szolgáltasson többé, és engedelmeskedtek, és elbocsájtották azokat. De azután elváltozának, és visszahozták a szolgákat és a szolgáló leányokat, akiket szabadon bocsátottak, és őket szolgákká és szolgáló leányokká tették. És lőn az Úrnak szava Jeremiáshoz az Úrtól mondván. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Én szövetséget kötöttem a ti atyáitokkal azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom földjéről, a szolgálatnak házából mondván, mikor a hét esztendő eltelik, kiki bocsássa el az ő héber atya fiát, aki néked eladatott vala, és hat esztendeig szolgált téged, bocsásd őt magadtól szabadon. De nem hallgatának a ti atyáitok engem, és fülüket sem hajtották erre. És ti ma megtértetek, és igazat cselekedtetek én előttem, kiki szabadságot hirdetvén az ő atya fiának, és én előttem szövetséget kötöttetek abban a házban, amely az én nevemről neveztetett. De elváltoztatok, és beszennyeztétek az én nevemet, és kiki visszahozta az ő szolgáját, és kiki az ő szolgáló leányát, kiket egészen szabadon bocsájtottatok, és igába vetettétek őket, hogy nektek szolgáitok és szolgáló leányaitok legyenek. Azért ezt mondja az Úr. Ti nem hallgattatok rám, hogy kiki szabadságot hirdessen az ő atya fiának, és kiki az ő fele barátjának. Íme, én hirdetek nektek szabadságot, azt mondja az Úr, a fegyverre, a dökhalálra és az éhségre, és odaadlak titeket a föld minden országainak utálatára. És odaadom a férfiakat, akik megszegték az én szövetségemet, akik nem teljesítették a szövetség pontjait, amelyet előttem kötöttetek tulokkal, amelyet kettévágának és átmentek annak részei között, Júdának fejedelmeit és Jeruzsálem fejedelmeit, az udvari szolgákat és a papokat és a földnek minden népét, akik átmentek a tulok részei között, odaadom őket az ő ellenségeik kezébe, és az ő lelküket keresők kezébe, és az ő holttestük az égi madaraknak és a föld vadainak lesznek eledelévé. Sedékiást, a Júda királyát és az ő fejedelmeit is odaadom az ő ellenségeiknek kezébe, és az ő lelküket keresők kezébe, és a babiloni király seregének kezébe, amely eltávozik tőletek. Íme, én parancsolok, azt mondja az Úr, és visszahozom őket a városra, és vívják azt, és beveszik, és felgyújtják tűzzel, és pusztasággá teszem Júda városait, lakhatatlanokká. Amen. Oh, happy day. Következik Németh Sándor napi üzenete. A másik erőfeszítés, a másik elterjedt pedig a törvénynek a teljes mértékű figyelmen kívül hagyása, mert az emberek úgy gondolják, hogy a törvénynek a betöltése, mivel hogy sokszor nem töltik be, és nem szerzik meg
az Istentől és Jézus Krisztustól azt a kegyelmet, ami az ember képessé teszi a törvénynek a betöltésére, és mivel, hogy az ember, ha ezt nem szerzi meg, és mégis igyekszik, egy idő után nagyon sok kudarcot él át az életében, és nagyon sokan ilyen ezek után arra következtetésre vonnak, azt a következtetést vonják le, hogy nem is érdemes erőfeszítéseket tenni, valóban ilyen aspektusban, illetve ilyen motivációból nem, hanem valóságosan újjá kell születni, és a Szentlélekkel kell befeltöltekezni, mert lehetetlenség a törvény, mivel szellemi, testi módon azt betölteni. De éppen ezért sokan, mivel hogy ezeket a kudarcokat tapasztalják meg az életükben, elvetik az Istennek a törvényét, figyelmen kívül hagyják Isten törvényét, és megengedik maguknak azt a luxust, hogy olyan dolgokat kövessenek el, amely egyértelműen kizárja őket az Istennek az országából, Istennek az uralmából, és elszakítja őket természetesen az üdvösségüktől. Éppen ezért tehát a követelményekkel tisztába kell lenni, hogy a követelmények elsősorban a bensőnkbe van beírva, a szívünknek a hústáblájára, és ez a lelkiismeretünket is, hogyha nem rontod el a lelkiismeretedet, ennek megfelelően irányítja a lelkiismeretedet, és így vezet a belső embered, de eznek az igazságosságát feltétlenül a külső törvénnyel kell beazonosítani, hogy valóban az Istennek a törvényének megfelelően, vagy Istennek az igazságában járunk, mert az új szövetség nem a törvénytelenséget, vagy nem a bűnt legalizálja, nem azt jelenti, hogy lehetőségünk van az új szövetségben bűnben élni, mert világossá teszi Isten igéje, ha bűnben élünk, vagy másképpen test szerint élünk, akkor meghalunk, elveszítjük az Istennek a kegyelmét, Istennek a üdvözítő akaratával szembe fog állni az életünk. Ezért rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az Isten igényének a mércéjében, vagy tükrében azoknak is be kell nézniük, és rendszeresen meg kell látniuk magukat, akik újjászülettek és Szentlélekkel betöltekeztek, mert az Istennek az igéje a tükörként tudja jelezni azt, hogy valóban nem csapom be magamat, hanem valóban tiszta, őszinte szívvel és kegyelem uralma alatt járok az Úrban. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Amikor Pál meglátta Isten nagyságának mélységét és magasságát, elkezdett arra vágyni, hogy Istent megnyerje. Megtérése előtt nagy hévvel és buzgósággal halálra üldözte a keresztényeket. Útban Damaszkusz felé azonban meghallotta Jézus hangját. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Isten gyengétségem megtörte. Szeretteim, minket is Isten gyengétsége tör meg, amely gyengeségünk és romlottságunk ellenére körülvesz. Ha valaki nekiállna, hogy keresztbe tegyen nekünk, tudnánk, mi a teendő. De mikor egy olyan valakivel találkozunk, aki mindent megbocsát, fogalmunk sincs, mit tegyünk. Ó, testvérem, micsoda nagy dolog megnyerni őt! Ezernyi dolog van az emberi szív legmélyén, amelyet napjában ezerszer is meg kell puhítani. Vannak bennünk olyan dolgok, hogyha Isten nem mutatja meg ismeretének kiválóságát, ezek soha nem törnek meg, és nem hanvadnak el. De megmutatja. Nem csak egyszer kell üdvösségre jutnunk, hanem újra és újra. Az élő Isten szellemének ereje átformál és újjáteremt. És ebből értjük meg, hogy van egy hely, ahol megnyerhetem őt, és ahol fogyatkozás nélkül megállhatok. Nekem is úgy kell élnem, ahogy Jézus élt. A Szentírás kijelenti ezt, ezért meg lesz. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből,
hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Ez azt jelenti, hogy nem a saját cselekedeteimtől függök, hanem Isten hűségétől. Képes vagyok minden körülmények között benne elrejtve maradni, és Isten mindenható jelenléte befedez. A Biblia kijelenti nekünk, hogy mi Krisztusban vagyunk, Krisztus pedig Istenben. Mi tudna kimozdítani bennünket a mindenható erejéből? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Ó, nem! Élet vagy halál? Fejedelemségek vagy hatalmasságok? Nem! A válasz a 37. versben található. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk. Azáltal, aki minket szeretett. Igen ám, de ehhez Istenben kell maradnom. Jézusban megvan az a helye a visszavonultságnak, a nyugalomnak és a hitnek, amelyhez semmi más nem hasonlítható. Jézus a vízen ment a tanítványaihoz, ők pedig megrémültek, de ő így szólt: én vagyok, ne féljetek! Szeretteim, ő mindig ott van. Ott van a viharban épp úgy, mint a békességben, és ott van a szerencsétlenségben is. Mikor lehetünk biztosak abban, hogy ott van? Amikor ő benne találtatunk, és nem saját munkánk, tervünk végrehajtásán fáradozunk, hanem megnyugszunk Isten mindenható tervében. A bátorság helye. Megtörténhet Isten gyermekeivel, hogy kudarcot vallanak? Nem. Nem szunnyad el a te őriződ. Folyamatosan őrködik felettünk. Ehhez azonban benne kell lennünk. Tudom, hogy Jézusban van az a menedék, amely ma megnyílik számunkra. Tudom, hogy Jézusban van az a menedék, amely ma megnyílik számunkra. Testvéreim, a bajok kis hián lerántanak, majdhogy nem összeroppantanak. Már az is eszedbe jutott, hogy talán soha nem kerülsz ki ebből a nehézségből, és fogalmat sincs arról, hogy az egész mögött Isten mindennél nagyszerűbb terve áll, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Jézus így szólt Mártához: én vagyok a feltámadás és az élet. A mai nap a feltámadás napja. Megtört szívvel megismerjük az ő feltámadásának erejét. Ó, bárcsak megismernénk a feltámadás erejét és a hitben való megnyugvást. Bárcsak ma megismernétek erejének mindent legyőző hatalmát. Bárcsak bemutathatnám, hogy közülünk bárki, kivétel nélkül elérheti ezeket az áldásokat a szellemben. Van némi különbség a között, amikor mondod, hogy van hited, illetve amikor szorult helyzetbe kerülsz, és bebizonyítod, hogy van hited. Ha mersz hinni, akkor a dolgok a hited szerint fognak működni. Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Szeretettel köszöntöm a stúdióba két nagyon kedves vendégemet, Pál Melindát. Szervusz, Melinda. Köszöntök minden kedves hallgatót. Illetve Jantek Gyöngyvért. Szervusz. Sziasztok. És nagy örömömre szolgál, hogy első ízben élőben tudunk beszélgetni Gyöngyvérrel is. Én mind a ketten pszichológusok, és most ilyen módon túlerőben is vannak velem szemben. De a kedves hallgatók kedvéért, akik nyilván kíváncsiak arra, hogy a gyermekeikkel kapcsolatos kérdések, netán problémák, hogyan megoldhatóak, és nagyon sok olyan kérdés van, ami meg kifolyamodottan a pszichológusok tudnak segíteni, hiszen az egész arról szól, hogy hogyan fejlődik az ember lélektanilag, mozgástanilag, és amikor már az iskolába vagy az óvodába a szülők látnak valamit, de nem tudják pontosan, hogy mit, akkor ti vagytok azok, akik meg tudják mondani, hogy mi is az, amit látnak, és kell-e, van-e okuk aggodalomra. Szoktatok ilyet mondani, hogy van ok az aggodalomra, Gyöngyvér? Nem, ezt így nem szoktam mondani, ezt hogy az aggodalomra mondani. Van ok.
Hát azt szoktuk mondani, hogy mondjuk van egy körülhatárolt probléma, és azzal lehet valamit kezdeni, lehet foglalkozni. Ugye azért sokan így szokták bírálni a pszichológusokat, hogy mert túl sokat diagnosztizálnak ez meg az, de azért így szerintem ez egy fontos dolog, hogy mi így nem az utcán járunk, és így kiszúrjuk a járókelőket. Hogy, és azt hogy tudjátok, mi... hogy én mit akarok igen, most, igen. Ugye? Nem jó. Tudom, hogy itt fogsz kérdezni, hanem amikor a szülők azt érzik, hogy, vagy az iskola azt érzi, vagy az óvoda azt érzi, hogy van a gyerekkel valami olyan nehézség, amit próbálnak megoldani, próbálnak, de a szokásos erőforrások nem elegek, akkor mi azokra a kérdésekre, amit ők feltesznek, próbálunk válaszokat adni, lehetőségeket kínálni, utakat kínálni, és szerintem pont, hogy a szorongás meg az aggodalom ellen tesz ez a fajta világosság is adott esetben, amikor meg van nevezve, hogy akkor ez a probléma, ezzel ezt és ezt lehet kezdeni, más millió gyereknek van még ez a problémája, és abból ennyi és ennyinek sikerült, igen, uh-huh. És hogy előre tudtak lépni. Tehát nem, ezt nem szoktuk mondani, hogy van ok az aggodalomra, vagy én legalábbis nem. Az iskolában, nem. Melinda? Nem, az aggodalmat kerüljük. Mert ugye te pszichológusként is, és iskolában azért már nagyon sok szülő szeretné, hogy teljesítsen az a gyerek, hiszen hát akkor az milyen fényt vet a családra, hogyha nem úgy működik egy gyerek, ahogy ezt a családba beleillene. Tehát gondolom, ilyennel sokszor találkozol. Természetesen a szülők gondolkodnak arról, hogy milyen módon, vagy milyen lesz a gyerekeknek a jövője, és hogyha valami rendellenességet észlelnek, vagy vélnek észlelni, mert ugye az is van azért. Igen. Tehát, hogy mi nem kell felhívjuk a figyelmüket az aggodalomra, mert általában aggodalommal jönnek, hanem inkább az ellenkező stratégia érvényes ilyenkor, hogy megnyugtatni is ezt az aggodalmat, kivenni valamilyen módon, mert lehetőségek mindig vannak. Megoldás az mindig van valamilyen módon, próbáljuk megkeresni a megoldást. Így van. Mennyire érdemes figyelni a szülőknek, hogy mi is van a gyerekkel? Tehát például innen származnak-e lehetőségek, vagy inkább problémák, hogy a szülők nagyon rá vannak állva arra, hogy mondjuk nektek tudjanak mondani valamit, hogy ez vagy az van a gyerekkel? Hát nem tudom, szerintem a szülőtípusa is válogatja, tehát hogy de milyen szülőtípusokkal szoktál találkozni? Ugye vannak a szorongó szülők, akik mondjuk lehet, hogy túlságosan rágörcsölnek dolgokra, normatív dolgokat, normatív változásokat hisznek problémának, tehát például pont ma beszélgettem egy kolléganőmmel, és akkor egy 3 éves kisgyereket hoztak dürohamokkal, és akkor így elgondolkoztam, hogy az én fiam ma hány dürohamot produkált 2,5 évesen, tehát ugye vannak olyan időszakok a fejlődésben, illetve vannak olyan nehézségek, amik abszolút beleférnek a normál range-be. És ezt teljesen fölösleges szakemberhez vinni. És azt fölösleges szakemberhez vinni. Nyilván, hogyha a szülő azzal a normál range-ű dologgal sem tud mit kezdeni, akkor egy tanácsért lehet szakemberhez fordulni, de lehet szomszédasszonyhoz is, vagy olyanhoz, akiben megbízik az ember. Tehát van ez a változat, és van az, amikor mondjuk vannak problémák, de az büszkeségből sokszor, vagy szintén talán félelemből a szőnyeg alá söprik, ami azért nem jó stratégia, mert egymásra rakódnak ezek a problémák. Azért nagyon más, és szerintem szép is a gyerek pszichológia, pszichiátria, mert hogy egy fejlődésben lévő személyiségben tudunk még beavatkozni, segíteni, mert hogyha egy gyerek mondjuk 3-4-5 évesen egy problémát meg tud oldani, akkor a későbbi fejlődési útja tök jó tud lenni. Viszont, hogyha nem, akkor ugye rárakódik a következő kihívás, a következő, és ugye így szépen csúsznak félre a dolgok. Tehát vannak ilyen szülők is, olyan szülők is, egyébként a probléma típusától is függ, hogy mi az, amivel hamarabb fordulnak a szülők szakemberhez, mi az, ami kínosabb, amit szégyelnek. Hát akkor nektek gyakorlatilag a szülőkhöz is érteni kell, hiszen a szülő típusnak megfelelő választ kell adni. Gondolom, ezzel te is találkozol, Marinda. Hát nagyon fontos a szülőkkel való munka, mert egy gyerek legtöbb esetben nem tudja, hogy neki mi a jó, és a szülője kell döntsön, különösen, hogyha kisgyerekekről van szó, és ezért a szülőknek a szakszerű tanácsolása, illetve
átbeszélése a dolgoknak, az kihagyhatatlan. Tehát akkor hiába vagytok gyerekpszichológusok, nagyon is kell érteni, akkor ez is egy fejlődési szakasz, amikor felnőttekkel foglalkoztok? Hát persze, ez a végülis egész életen át tart a fejlődés. Én is családterápiás képzésben veszek részt, és van olyan, hogy egyszerűen a gyerekkel nem is foglalkozunk. Tehát mondjuk vannak olyan betegségek, ahol vagy időlegesen nem foglalkozunk. Mert hogy nem ő a... Mert ő egy tünethordozó, mondjuk, mert ugye a család az egy rendszer, ahol ha valami nem jól működik, akkor sokszor a gyerek az, aki szelepel, és mondjuk nem tudom én, elkezd nem enni, bepisilni, nem tudom én, rosszalkodni, és közben kiderül, hogy a gyerek jogosan reagál úgy, mert mondjuk a szülei állandóan veszekednek, vagy attól fél, hogy a szülei el fognak válni, és valahol ez igazságtalan is lenne, akkor utána a gyereket elvinni ugye a szervizbe, úgymond, tehát vele foglalkozni, hiszen ő csak lereagálja azt, ami a környezetében történik. Nem mindig erről van szó, de sokszor. Sokszor. Hát az iskolában is előfordul gyakran, hogy nem a gyerekkel, konkrétan a gyerekkel foglalkozom, hanem mondjuk a pedagógusával, és akkor ugye a háttérből segítek az osztály közösségben való működésében. Tehát akkor egyrészt az embernek vannak szakaszai, meg hát normatív fejlődési szakaszok, másrészt pedig van a közösség, amin belül így vagy úgy működik. Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja. Tovább folytatjuk tehát a beszélgetést Pál Melindával és Jantek Gyöngyvérrel, akik mindketten gyermekpszichológusok, de ugyanakkor a szülőkkel, illetve pedagógusokkal is együtt kell ahhoz dolgozni, hiszen a gyerekek sem önálló egyénként keresik meg őket, hanem valaki elviszi őket hozzátok. Milyen problémákkal szoktak jellegzetesen, tehát hogyha mondjuk most a szülőtípustól eltekintve, hogy akár szorongó, akár nem törődöm, akár egyszerűen csak az iskola, vagy a valamilyen szerv intézmény küldi oda őket. Mik azok, amik mondjuk egy problémaként odahoznak hozzád, mondjuk Gyöngyvér? Életkortól függ nagyon, tehát... Te alapvetően kicsi gyerekekkel foglalkozol? 3-tól 18-ig, tehát mindenkivel tulajdonképpen is mindenféle zavarral. Ugye egészen kicsi korban, tehát ez a 3-4-5 éves korban jellemzően mondjuk pont a mi intézményünkben nagyon gyakori az autizmus spektrum zavar. Ez azért van, mert hogy a tünetek akkor válnak a legerősebbé, akkor tűnik fel leginkább, hogy a gyerek másképp fejlődik, ugye akkor kerülnek óvodába a gyerekek, és nem tud beilleszkedni. De természetesen akkor is vannak már érzelmi jellegű problémák. Ugye egész kiskorban a bepisülés, bekakilás kérdése az, ami még így fontos lehet, és akkor ahogy nő a gyerek, úgy gyakorlatilag a korábbiak mind megmaradnak, és ugye épülhetnek hozzájuk egyéb problémák, tehát mondjuk egy 14-15 éves kamasznál már gyakorlatilag minden előfordulhat, ami egy felnőttnél, tehát különböző szorongásos zavarok, depresszió, öngyilkosság, anorexia, tehát sorolhatnám még. És akkor hol fogsz hozzá? Hogyha mondjuk már, igen. Hát ha mondjuk már 14 évesen sok minden rakódott rá, mert azt mondtad, hogy minél előbb hozzák, ugye akkor nem rakódik egymásra, akkor azzal tudsz konkrétan foglalkozni. Hát ugye van olyan, hogy nem arról van szó, hogy egymásra rakódott, hanem akkor csúcsosodik ki, vagy akkor történik mondjuk egy olyan életesemény. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 15 évesen valaki depressziós, akkor biztos, hogy már 3 évesen is volt problémája. Ezt is fontos tudni, ez nagyon fontos. Inkább arra gondoltam, hogy mondjuk 15 évesen is diagnosztizálhatunk autizmus, mert addig mondjuk nem vették észre, vagy nem tudták beazonosítani. Vagy nem tudták beazonosítani, azért Magyarországon ez még szerintem még mindig nincs a toppon ennek a diagnosztizálása. Tehát igen, tehát így életkortól függ, hogy mi a probléma, és hát általában van egy vezető tünet, ami mondjuk a legnagyobb szenvedést okozza, és hát aztán szerződéseket szoktam én legalábbis kötni a munkában, és akkor ilyen kis sprintek vannak, hogy éppen mivel foglalkozunk, és hát problématípustól, meg hozzáállástól is függ az, hogy meg a sérülés típusától, hogy most egy pár hónapos munka, vagy tudom én, egy éves munkáról van szó egyébként így a terápiában. De most például, Melinda, milyen tünetekkel érdemes már a szülőknek pszichológushoz fordulni, vagy mi az, amit a gyöngy
Gyuri is mondott, hogy akár a szomszédasszonytól is meg lehet kérdezni, meg hát azért sok helyről tájékozódnak a szülők, hogy próbálják diagnosztizálni folyamatosan a dolgokat. Igen, tehát hogy ez egy érdekes jelenség a mai világunkban, hogy sok szorongás attól is ki tud alakulni egy szülőbe, különösen az első gyereknél, hogy ma már... Túl sokat foglalkozik vele. Igen, az interneten nagyon-nagyon sok mindennek utána lehet olvasni, és hát nem mindig tiszta forrás, vagy nem mindig jó az a forrás, és akkor így plusz problémákat generálnak így a szülők ezáltal maguknak, úgyhogy ezért érdemes megkeresni személyesen szakembert, és én mondjuk azt is tapasztalom ezen túl, amiket még Gyöngyivér elmondott, nyilván mi ennyire mélységeiben nem találkozunk az iskolában, illetve hogyha már egy bizonyos határt átlépnek ezek a problémák, mondjuk egy depresszió, vagy egy táplálkozási zavar, vagy hasonló, akkor viszont meg már rögtön hívom a Gyöngyvért, hogy igen, esetleg venni át, mert az iskolában nem foglalkozunk terápiával. De akkor mi az, amikor érdemes hozzád fordulni, és mi az, amikor túl van informálva a szülő, és egész egyszerűen az maga a probléma? Hát olyan, tehát gyakran jönnek úgy szülők, hogy mondjuk, hogyha az első gyereknél az mindig egy kérdés, hogy mihez viszonyítja, vagy mit gondol problémának, és olyan esetben találkoztam már olyan szülővel is, aki csak meg szerette volna nyugtatni magát, hogy van gond, nincs gond, vagy pedig olyannal is találkoztam, aki elbagatelizálta, hogy ja, hát még 3,5 évesen, 4 évesen nem beszél a gyerek. Hát én se beszéltem sokat, uh-huh, vagy tehát, hogy így kicsit így elbagatelizálja, így lekicsinyíti a problémát, tehát ezek a végletek természetesen. Aztán már a második gyereknél egy kicsit szerencsésebb ilyen szempontból, mert van összehasonlítási alap. Ami nehézség is lehet. Ami hiszen... nehézség is lehet, hogyha mondjuk az első gyerekkel van valami gond, akkor nyilván nehézség is lehet. De azért... Vagy ha túl tökéletes az első, és akkor a második annyira tökéletes. Az első lány, a második fiú, igen, de nem ül le a fenekére. Igen, mondjuk így a viselkedési nehézségeknél ott ez egy jellegzetes dolog. Tehát, hogy sokféle szempontot kell figyelembe venni. Általában, amikkel én találkozom az iskolán kívül kis gyerekkor, vagy óvodások, óvodánk is van, és óvodáskorúak is fordulnak így hozzám, az a beszédnek a megkésése, vagy valamilyen viselkedésbeli nehézség, mondjuk agresszió, féltékenység, vagy testvérke születik, akkor ez ezzel járó problémák. Tehát akkor ezek alapvetően nem különösebben súlyos dolgok, csak egész egyszerűen egyfajta alkalmazkodási, adaptációs készséget igényelnek a szülőtől, amivel esetleg nem rendelkezik? Vagy, hát ez nem. Vagy súlyosabb is lehet? Igen, lehet súlyosabb is. Tehát ez mindig attól függ, hogy konkrétan miről beszélünk. Tehát receptek nincsenek. Uh-huh. Hanem egyéni sorsok vannak, már egész pici kortól, és ugye minél korábban felfedezik, vagy észreveszik a úgymond rendellenességet, annál jobb, mert egy fejlődésben levő idegrendszer sokkal plasztikusabb, sokkal gyorsabban meg lehet erősíteni azokat a területeket, ahol esetleg egy idegrendszeri fejlődési rendellenesség, vagy megkésés, igen. Tehát egy egyenlőtlen fejlődés okoz valamilyen nehézséget. Kérdésre válaszolva szerintem az egy elég fontos dolog lenne, hogy azért jó, hogyha a szülő nagyjából, de tényleg csak úgy nagyjából tisztában van azzal, hogy adott életkorban mi az, ami úgy a normál fejlődésbe belefér, és nem is biztos, hogy az internetről ezt az ember megtalálja. Szerintem egy szakkönyvet, vagy ilyen gyerek fejlődési könyvet érdemes talán így átlapozni, az embernek gyereke van. Egyrészt azért, mert szerintem érdekes is egyébként. Igen. Másrészt azért, mert... De jellemző is egyébként azért. Aha. Én azt van tapasztalom, igény, hogy van igény erre. Különösen igen, az anyák igen, nagyon is törődnek ezzel. Igen. És mert hogyha az ember tudja, hogy mondjuk nem tudom én, 3 éves korig azért már jó, hogyha a gyerek mondatokban beszél, és azt látja, hogy a gyerekkel 2 évesen még
meg se szólalt egy kukkot se, akkor esetleg elgondolkozik rajta, hogy van-e valami gond. És ha nincs gond, akkor nincs gond. Szerintem még mindig kisebb bajt okoz az, hogyha elviszi esetleg egy tornára, és a gyerek ott egy kicsit tornázgat egy szakemberre, vagy esetleg egy szűrésre, mint az, hogy mondjuk 4 évesen még nem szólalt meg. Mert ugye gondoljunk bele, hogy az mennyi ingert veszik el, hogyan befolyásolja a társas kapcsolatoknak a fejlődését, az, hogy az óvodában nem tudom azt mondani, hogy kérem szépen, vagy add ide. Tehát, hogy szerintem igazából ez egy jó dolog, hogyha ezekkel a ilyen milestone-okkal, vagy az ember tisztában van ezekkel a fontos határpontokkal. Igen, mértőkövekkel, hogy meddig igen, kell nagyjából igen, eljutni. Igen, mert ugye ebben is van egy tólik határ, és szerintem pont ugye óvodáskorban a beszéd az nagyon fontos ilyen szempontból, illetve hát a mozgásfejlődésben is vannak olyan fontos dolgok, aminek meg kell lennie. Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja. Már is folytatjuk a beszélgetést, és egy nagyon érdekes ponton hagytuk abba, vagy függesztettük egy pillanatra föl, azt mondtad, Gyöngyvér, hogy el lehet vinni esetleg egy kicsit tornára, hogy lássuk, hogy mégis, hogy illeszkedik oda be. Nem biztos, hogy mindenkinek a torna jutna eszébe, hogyha mondjuk a gyerek nem beszél. Ez hogy jön össze? Válaszolok én is, aztán biztos, hogy Melinda még ezt nagyon jól ki tudja egészíteni, mert ez az ő szakterülete. Hát tulajdonképpen a egész kiskorban a intelligenciát és bizonyos szempontból a mozgáson keresztül tudjuk mérni, mert hogy ezekre a nagy mozgásos dolgokra épülnek rá a kisebb mozgások, épül rá a beszéd, tehát ez az agyban abszolút összefüggő dolgok. Igen, abszolút. És ezért sokszor van olyan, hogy mondjuk a beszéd indítás az tulajdonképpen egy olyan torna, ami speciális torna, tehát nem csak nem tudom én gyerekek futkosnak, hanem úgy van kitalálva, hogy bizonyos agyterületeket triggereljen, bizonyos agyterületeket ösztönözzön a fejlődésre, ami aztán hozza azt, hogy a magasabb szintű dolog a beszéd, ami ugye később is alakul ki bizonyos módon a fejlődésben, hiszen a gyerekek mondjuk azért többnyire 1 éves korukban már azért járnak, vagy ugye körül előtte már másznak, a beszéd meg ugye inkább egy kicsit később szokott teljesen kialakulni, és amikor megvan már az alapja, az idegrendszere kicsit felkészült, összeszedte magát, akkor ugye arra tud jönni a magasabb szintű funkció. Tehát így függ össze, Melinda biztos ki tudja egészíteni. Én csak annyival egészíteném ki, mert nagyon szépen lekerekítetted, hogy minden tanulásnak az alapja a mozgás. Mivel hát ugye a hát akkor ez az ő nyugton a fenekeden, és figyelj az, hogy mikor jön. Hát ez, oké. Inkább erről nem beszélek, jó. Nem, szóval nyilván van ennek is helye, de nem erre szabad épüljön, így van. Tehát, hogyha valaki megfigyel egy kisgyereket, hogy egy 10 perc alatt micsoda mozgás sávban működik, és milyen energiabefektetéssel. Ezt mondjuk azzal tudnám szemléltetni, hogy apukám testnevelő tanár volt, és amikor ő tanult diákként az egyetemen, elmesélte, hogy volt egy ilyen gyakorlatuk, hogy beállították őket 15 percre egy 3 éves gyerek mellé az óvodába. És kellett azt és a mozgást ugyanazt kellett csinálniuk 15 percen keresztül, mint egy 3 éves gyerek, ugyanolyan széles mozdulatokkal, meg ugyanúgy esni, meg felállni, meg minden, és apukám mondta, hogy 5 perc múlva a nyelve úgy körülbelül a földet cseperte, annyira kimerítő volt. Tehát, hogy egy kisgyerek a mozgás által ismerkedik a környezetével, ismerkedik a világgal, szerzi a tapasztalatait. És ezek szerint az idegrendszere is valahogy van, ettől indul be, ahogy a Gyöngyvér magyarázta. Igen, mert ugye hát egy bizonyos mennyiségű idegsejttel születünk, agysejttel. Még az első időszakban még születnek agysejtek, de nem jelentős mennyiségben, hanem a közöttük létrejövő összeköttetések, az a net, az a hálózat igen, az okozza ezt a változást, vagy a fejlődést. Az, igen, arra épül, és ugye minden egyes tanulással új kapcsolatok jönnek létre, és
a mozgás által rengeteg ilyen kapcsolat fejlődik ki. Minden tanulással sok-sok ilyen kapcsolat fejlődik ki az idegsejtek között, és hát ez van megalapozva egészen pici csecsemőkortól, kezdve azzal, hogy a fejét emeli háton, hason, akkor átfordul, visszafordul, kezét emeli, nézegeti, elindul egy kúszás, utána a felülés, a négykézlábmászás, akkor annál is feljebb. Tehát, hogy egészen el a járásig, és ugye ezek így nagyjából egymásra épülnek, hogyha valami kimarad, az nem automatikusan jelenti azt, hogy valami probléma lesz, de ha valami probléma van, akkor nagy a valószínűség, hogy valami kimaradt. És akkor mit lehet tenni, gyönyvér? Hát már egész Magyarország szerintem ilyen szempontból, a módszerek szempontjából elég jó helyen van. Az más kérdés, hogy mennyire elérhetőek ezek anyagi meg egyéb okokból. De például, ha csak a dévény tornát nézzük, ugye ez egy magyar hölgy, dévény Annának a nevéhez fűződik, ő fejlesztette ki, így ez világszinten híres. Tehát, hogy már egészen kis csecsemőkorban a feszes izomzatot koraszülötteknél, ugye, ahol van mondjuk valami születés körüli komplikáció, ott szerintem rutinszerűen érdemes egy ilyen szűrésre elvinni a gyereket. Egyébként meg, hogyha azt látjuk, hogy nem kezd úgy elmocorogni, ugye pont nem is rég volt egy cikk az interneten, hogy ugye lusta csecsemő nem létezik, és ez szerintem nagyon jól rávilágít arra, hogyha gyerekünk mondjuk több hónapos korában is csak a hátán fekszik és a plafont bámulja, akkor azért ne annyira örüljünk, hogy jó gyerekünk van, hanem akkor kicsit próbáljuk meg neki a világot kinyitni, akár azáltal, hogy egy mozgásfejlesztés megnézze. Ugye a védőnői hálózat is ilyen szempontból, ha az embernek jó védőnője vagy jó gyerekorvosa van, akkor azért szoktak ugye vizsgálatokat csinálni, javasolni. Aztán ezen kívül van két másik magyar fejlesztési módszer, az egyik az a HRG, a másik meg a TSMT. A HRG az egy vízben végezhető fejlesztőtorna, nem tudom, 500-valahány speciális gyakorlattal, amit Lakatos Katalin dolgozott ki. Akkor azért nagyon sok magyar innováció Abszolút, van igen, ebben. A TSMT is az, aztán tervezett szenzomotoros torna a neve. És például a TSMT az olyan, hogy az ember elmegy egy szűrővizsgálatra, és akkor a fejlettségétől függően egyéni tornát kezd, vagy kis csoportos, de hogy ezt utána otthon is lehet csinálni. És ezt akkor nem kell ezt túlaggódni, hanem egész egyszerűen ezek még élvezetesek is ezek szerint. Változó, amúgy úgy van kitalálva, hogy minél élvezetesebb legyen, de azért, amikor mondjuk a gyereknek feszes az izomzata, akkor én saját személyes élményem nincs, de azért szokták mondani a szülők, hogy az elején nagyon nehéz a gyerekekkel, mert mondjuk, hogyha utálhasson lenni, mert annyira feszesek az izmai, akkor ha hasonlakom csak azért is, akkor mondjuk ordít. Igen. De hogy mit tudom én, néhány hét alatt meg már olyan fejlődés érhető el, ami nagyon fontos. És ugye tényleg, ha belegondolunk, hogyha egy gyerek nem tud úgy mozogni, nem emeli a fejét, nem tud mászni, kúszni, akkor ugye nem tudja felfedezni a világot, nem éri annyi inger, nem fejlődik ugye az idegrendszere, sőt, valahol még a személyiségfejlődés is itt kezdődik, hiszen az, hogy el tudjak távolodni az anyámtól, apámtól, tudjam explorálni a környezetemet, ugye az is, tehát az önállóság ott kezdődik, ahol a gyerek önállóan tud mozogni. Ez is a mozgással függ Igen. össze. Azért minden esetre még azért arra kíváncsi leszek, hogy mégis, amit mondtatok, hogy ne legyen se túlságosan nem törődöm, tehát se túlságosan szorongó a szülő, hogy ezt vajon hogy lehet ezt az egyensúlyt megtalálni. Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja. Már is folytatjuk a beszélgetést Pál Melindával és Jantek Gyöngyvérrel, mozgásról, gyermekek fejlődéséről beszélgetünk, és nagyon fontos ebben a szülőknek a szerepe, se ne bagatellizálják el, se ne szorongják túl. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de rendkívül nehéz teljesíteni, hiszen hát az embernek születik egy kisbabája, és borzasztóan örül neki, és egyszerűen csak örömmel figyeli, de ezek szerint ez kevés, hanem azért valamennyire tudatosan érdemes figyelni. Így van, Melinda? Mindenképpen. De hogy ne szorongjam akkor, hogy ne úgy figyeljem, hogy na, emeli már a fejét, na, elég magasra emeli a kezecskéjét. Hát én gondolom, mondjuk lehet, hogy nem szorongásnak, hanem éberségnek nevezném azt, mert ugye biztos rajtam kívül ezt majd
majdnem minden anyuka ismeri, hogy lélegzik-e a gyerekem, és hogy most olyan milyen alszik, hogy vajon akkor most, tehát hogy figyeljük a gyereket, hogy úgy működik, ahogy kell, és én szerintem így vagyunk kitalálva, hogy egy ilyen... vagyunk egy picit állva. Igen, hogy a törődés az nagyon is ott van, úgyhogy mi szélsőségekről beszéltünk a túlzással is, meg a bagatelizálással is, de azért nagyon fontos, hogy kap a gyerek egy diagnózist, ezt tapasztaljuk az iskolában is elég gyakran, tehát a munkámnak egy elég nagy részét ezt teszi ki, hogy jön a szülő ilyetten, hogy jé, miket írtak erről a gyerekről, és hogy én nem is gondoltam, hogy ez ekkora probléma, és akkor most mi lesz. És hát csak arról van szó tulajdonképpen, hogy egy szakmai szöveget kell értelmezni hétköznapi nyelven, és nem is biztos, hogy olyan borzasztó nagy probléma van, csak a szaknyelv az egy speciális nyelvezet. Igen, hát még ti is használtatok ezt azt, amit ugye igen, itt kellett magyarázni végül is. Hogy az egy speciális nyelvezet, és én általában igyekszem a szülőket első körben megnyugtatni, még akkor is, hogyha nagyobb esetleg a gond, mint ahogy annak lennie kellene, mert a félelmét, hogyha ő aggódik, igen, vagy ő fél, akkor a gyereke ezt egy pillanat alatt leveszi, és akkor... Akkor tényleg nagy lesz a gond. Akkor még nagyobb lesz, igen. Tehát, hogy a szülőt megnyugtatni, mert egy nyugodt szülő ráadásul a tanácsokat is másképpen veszi fel, tehát, hogy nem a problémára fókuszálva, hanem a tartalékokra, megoldásokra koncentrálni, hogy akkor most mi az első lépés, mi a következő lépés, és akkor majd meglátjuk két hét múlva, egy hónap múlva, és így szépen... A fejlődés reményébe kell akkor így van, így apránként kivezetni őket ebből a pánikból, hogy jaj, mi van a gyerekemmel, igen. Te hogy határolnád ezt be, Gyöngyvér? Hol lehet megtalálni ezt az egyensúlyt? Hát szerintem talán ebben is segít egyfajta tudás, mert az egy objektív dolog, hogy gyerekem most akkor ennyi idősen ezt már megcsinálta, vagy nem. De szerintem azért a szülők többség ezt tök jól csinálja. Tehát nem mindig érezzük úgy, amikor benne vagyunk a helyzetben, de hogy azért az anyák nagyon sok mindenre ösztönösen jól ráéreznek. És én azt is sokszor tapasztalom, hogy például autizmus esetén, de más példát is mondhatnak, hogy az csak anya már... ezzel foglalkozom hát nyilván, mással és ezért is, de igen. Hogy ez egy ilyen nagyon előtérbe lévő dolog most így a fejemben is, hogy az anya mondjuk már rég érezte, hogy valami nem stimmel, hogy még akár első gyereknél is, hogy picit más, nem úgy kapcsolódik, nem úgy kötődik, és akkor ugye idős házi orvos, ó, nincsen baj, anyuka, ne szorongja túl. Tehát azért azt érzem, hogy az anyukáknak megvan a magukhoz való esze, és azt érdemes használni, és arra érdemes támaszkodni. Apukákban is azt gondolom, de hát nyilván az első időszakban azért legtöbbet az anya tehát jobban van a gyerekével. Tudja figyelni, és jobban igen, tudja a változásokat nem, követni. Igen, de hogy ezzel nem az apukákat akarnám degradálni, csak most tényleg az első néhány hónapban, évben azért az a 0-24 együttlét azért mégiscsak egy előnyt jelent. Mondjuk én az apukákról most így mondanék azért néhány szót, hogy őket általában a másik oldalról kell megközelíteni. Tehát őket meg kell győzni arról, hogy van valami, és mert ők hajlamosabbak azt mondja, hogy ó, nincsenek ennek a gyereknek semmi baja. Te de is nem ezt tapasztalod, Gyöngyvér? De nem azért, mert mondjuk ők nem vennék ezt komolyan, hanem nem ennyire ebből a szorongó állapotból közelítik meg, hanem egy nagyobb stabilitással, vagy nem tudom ezt másképp megfogalmazni, hogy jól van, majd jó lesz ez, tehát, hogy megoldjuk, meg nincsen ott olyan akkora nagy gond. Tehát, hogy inkább ez a biztonságérzetet nyújtó attitűdből egy kicsit néha... Túl nyugodtak. Hát igen, akár így is lehet mondani, de nagyon gyorsan rámozdulnak azért általában, és nagyon jól tudják a feleségeiket támogatni abban, hogy ne szorongják túl. Tehát, hogy azért ezt érdemes nem csak az anyákkal, hanem az apákkal is később. A kicsikorban természetesen, amikor többségében, az idő többségében az anyával vannak, akkor ez teljes mértékben így van, ahogy a Gyöngyvér is elmondta, de később nagyon is érdemes mindkét szülőt behívni, vagy mindkét szülőt, mert az ember akkor azt is látja, hogy a családnak milyen az egymással való
működése, interakciót akartam mondani. Tehát, de hogy... majd én lefordítom a szakmai szövegeket. Tehát, hogy hogyan működik ez a család, és hogyan reagálnak egymásra, mert akkor abban meg lehet erősíteni, vagy meg ki lehet venni olyan dolgokat, ami akadályozza őket a gyereküknek a nevelés, a fejlesztésében. Igen. Gyöngyör. Még az jutott csak eszembe, hogy így a szorongás kapcsán, hogy szerintem hogy egyfajta önismeret is jó a szülőnek. Tehát, hogyha én tudom magamról, hogy alapból azért az alkat vagyok, hogy inkább túlaggódom a dolgokat, úgy gyerek előtt is ilyen voltam, stb., akkor ugye az ember kicsit tud kalibrálni, hogy na, ha most úgy érzem, hogy katasztrófa van és leszakad az ég, akkor az valószínűleg csak azt jelenti, hogy nem tudom, én a gyerekem elesett. Most így túlzok. És beütött a térdét. De hogy azért... Kicsit folyik a térdében. Tehát, hogy szerintem a szülőség az egy hatalmas önismereti feladat is egyébként egyben, és ilyen szempontból is az gondolom. Én szoktam mondani a szülőknek, hogy a gyereket megkapta ajándékba, és hogy a használati utasítást is megkapta, hogyha ezt a gyereket pont ő kapta, akkor a használati utasítást is megkapta hozzá, most így idézőjelben, csak merjen a szívével is gondolkodni. És erre is nagyon sok jó példa van, hiszen hát ti is ismertek egy olyan szülőket, akik nem voltak úgymond, tehát erre nem is lehet fölkészülni bizonyos problémákra, igen, és utána remekül fölnőttek hozzá, és igen, megoldották. Igen, abszolút. Sőt, igazából a legtöbb gyerekpszichiátriai probléma mögött is egy gondos szülő áll. Tehát nagyon ritka az a szülő, aki szándékosan akar ártani a gyerekének. Sokkal gyakoribb az, hogy mondjuk a saját életükben lévő problémákat, traumákat nem tudták feldolgozni, olyan nevelési mintákat folytatnak, amiket valószínűleg ők is utáltak, amikor őket úgy nevelték. Igen, de vitt a tehetetlenség tovább. Igen. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy még a legsúlyosabb problémáknál is ott áll egy jó indulatú, alapvetően segíteni akaró szülő, csak mondjuk fogalma nincs, hogy hogyan kéne, mert hogy valóban nem tanulunk erről, sok mindenről tanulunk, de arról, hogy a gyereknevelés az hogy működik, igen, hogy fejlődik a gyerek, arról nem nagyon, és hát valóban az ember nem mindig tudja feldolgozni saját múltját, ami azért, hogyha valakinek sok nehézsége volt az életében, akkor nem állt ahhoz, hogy azt ne adja tovább tulajdonképpen. És abban az esetben is például, hogyha, mert vannak örökletes dolgok is, tehát ami genetikailag tovább mehet, akár például a diszlexia területén, vagy az autizmus területén, az kimondottan, bizonyítottan genetikai probléma, hogy ha a szülő nem kapta meg azt a figyelmet, vagy azt a támogatást, akkor most őt megtanítsuk arra, hogy hogyan kezelje az ő gyerekét. Hát akkor ennek is a summája az, amit már sokszor eljutottam, hogy a szülőnek lenni a jobb emberré váláshoz való út. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és remélem, hogy sok hasznos dolgot sikerült a szülőkkel megosztani. Én is köszönöm. Köszönjük a meghívást. Jantek Gyöngyvérrel és Pál Melindával beszélgettem. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.